Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Én úgy érzem, hogy itt a kampányban még többször elő fog kerülni a vak komondor, aki már szegény, idős is, vak is, néha nőket lök fel, de minden esetre elhíresült ebben az országban, és hírnevét egész biztos, hogy csak növelni tudja majd a választási kampányban. Most az Együtt PM Szövetség vak komondor díjat alapított, és ahogy fogalmaznak, a legbunkóbb és legtahóbb fideszes, KDNP-s, jobbikos képviselők kitüntetésben részesüljenek, azért alapították a díjat. Dorosz Dávid a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát szép gesztus! Mit érnek el ezzel, ha valaki megkapja ezt a díjat, akkor onnantól kezdve azt mondja, hogy de szégyellem magam, most már nem is fogok csúnyákat mondani a nőkre. Az elmúlt években azt láttuk, hogy folyamatosan újra és újra olyan tettek és szavak jöttek ki a Fidesz-KDNP-ből, amelyek nem csak egyes nőket, hanem az összes magyar nőt megalázzák, és egy olyan mentalitásnak látjuk most a különböző jeleit. Néhány héttel ezelőtt például a hajléktalanság elleni vitában Lukács Tamás követett el egy olyan verbális kijelentést, amiben lényegében a hajléktalanságot a nőkre akartak kenni. Ja, hogy a válás miatt van. Igen, pontosan, hogy a válás és a szabados élet stílus és lényegében a nők miatt vannak hajléktalanok az utcákon, hogy úgy éreztük, hogy fel kell hívnunk arra a figyelmet, hogy ez így nem mehet tovább, és fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy lényegében a Fidesz részéről a magyar társadalom egyik felét egy az egyben lenéző attitűd az, amit képviselnek a kormányzatban, a parlamentben, az önkormányzatokban, és ez az, ami fertőzi ilyen szempontból a magyar közéletet, és ami a legfontosabb, hogy Orbán Viktor, emlékezhetünk rá, 2009-2010-ben saját maga választotta ki egyedi saját döntése alapján az összes képviselőjelöltjét a KDNP-nek. Beszélgetés, el kellett menni a nagyvezérhez. Nem csak a KDNP-nek, Fidesznek is. Igen, és ott a konyhában állítólag a vezér a legendák szerint leült, és mindenkinek jó keményen belenézett a szemébe, hogy ők aztán igazán jó fideszes képviselők lesznek. A konyhában? Én a konyhát azt nem hallottam. De én ezt hallottam a több képviselőt. A konyhában? Ezt nem tudom. Az a lényeg, hogy Orbán Viktor, ő saját maga választotta ki ezeket az embereket, tehát az, hogy ilyen nőgyűlölő, sőt, nagyon sokszor a nőkkel szemben fizikai erőszakot is alkalmazó nőverő képviselők vannak a Fidesz-KDNP frakciómon, ez kizárólag Orbán Viktor felelőssége, és nem tud a Fidesz vezérkara ettől elhatárolódni, mert ezeket az embereket ők juttatták a parlamentbe. Hát, Balogh József nőverő-e, azt még nem tudjuk. Terike egyszer azt mondta, igen, aztán Terike azt mondta, hogy nem, és most te hozzáment már? Hát az volt az utolsó hír, hogy össze is házasodnak. Mit tud? Teljesen őszinte leszek, ennek a történetnek ezt a részét nem követtük, viszont nem csak Balogh Józsefről van szó, hanem Daher Pierről, Lipők Sándorról, csak három olyan fideszes képviselő, akiről egyértelműen lehet azt tudni, hogy már kezet emelték a feleségükre, a barátnőjükre, az élettársukra. Három olyan ember, akik közül egy el szemben úgy nagy nehezen valamennyire elkezdett a Fidesz fellépni, de ő is maga lépett ki a Fidesz frakcióból, nem szólították fel erre. A másik kettő vígan, szorgalmasan, békésen üldögél a Fidesz frakcióban, és jó katona módjára nyomkodja a gombokat olyan előterjesztésekre, amelyeket a Orbán Viktor eléjük rak. Mi lesz a díj? Hogy fog kinézni? Ezen még dolgozunk, többek között erre is, nem, erre is többek között várjuk a javaslatokat a szavazóktól, illetve várjuk a javaslatokat a szimpatizánsainktól, illetve azoktól, akik azt gondolják, hogy nőkkel szemben így nem lehet fellépni, és nőkkel verni, és ilyen kijelentéseket tenni, sem magánéletben, sem politikusként nem lehet tenni. Ki fogjuk találni, és amikor a díjra való szavazást lezárjuk, akkor szeretnénk majd személyesen is a győztesnek átadni ezt a díjat. Hát, hogyha vakkomondor díj, akkor feltételezem azért, hogy az ábrázolás is megjelenik. Igen, a név és a díj kinézete az összefüggésben lesz egymással. A vakkomondor, tehát a vakkomondor díj, akkor biztos nem, mint a látó őzike lesz, vagy tehát akkor biztos, hogy vakkomondor. Facebookon, vagy holnapon, vagy hol lehet szavazni? Az ön blogján azt megtaláltam, de hol szavazhatnak? Tehát ez szavazás. Igen, ez egy internetes szavazás, tehát az én blogomon a dorosdavid.blog.hu-n, illetve a Párbeszéd Magyarországért internet oldalán, illetve Facebook oldalán, tehát több helyről elérhető a szavazás. Ma délután kora este indítottuk el, és a következő napokban, hetekben várjuk mindenkinek a szavazatát. Próbáljuk ezzel is felhívni a figyelmet arra, ami engem is férfiként,
politikusként is felforgatja a gyomromat. Tehát az, hogy ma Magyarországon vezető politikusok, olyan emberek, akik mások életéről döntenek, mások sorsát határozzák meg, ilyen módon gondolkodnak, és lényegében másodrendű állampolgárnak tartják a nőket, azt gondolom, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan, és ilyen szempontból két világ áll egymással szemben. Ez a világ, amiben a Fidesz gondolkodik, hogy lényegében a nőknek a konyhában van a helyük, és lényegében ezen túl fogják be a szájukon, és az a világ, amiben mi hiszünk, és amit mi szeretnénk, és amit a jövő évi választások után szeretnénk megvalósítani, ahol a nőknek és a férfiaknak mind otthon, mind pedig a munkahelyen egyenlő lehetőségeik és jövőjük van. Hát nem csak, hogy a konyhában kell lennék és főzniük, hanem minél többet szülniük, mert akkor nem lesz a családon belül erőszak. Ezt Varga István fideszes képviselőtől tudjuk, aki itt most harmadik a sorrendben, de hát nyilván ez csak így egy időrendben, vagy nem tudom, betűrendben nem. Tehát úgy rakták össze. Orbán Viktor miért van rajta? Hát ő nem mondott csúnyát a nőkre. Orbán Viktor két dolog miatt van rajta. Egyrészt a személyes felelőssége miatt, mert ezt a többi embert és a többi fideszes képviselőt ő választotta ki. Másrésztről a lánya esküvőjével kapcsolatban kifejtette azt, hogy egy esküvőn sírni az csak és kizárólag az asszonyok dolga lehet, és rendes, igazi magyar férfi ember ilyet nem csinál. Azt gondolom, hogy ezzel a mondatával eléggé jól belekatapultálta magát ebbe a versenybe, megérdemli, hogy ott szerepeljen a többi kis kiválasztottja mellett. Na hát akkor szavazás elindult, azt mondja, hogy délután felrakták, már jöttek szavazatok, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire mozgatja meg az embereket. Igen, néhány száz szavazat jött, és azt gondolom, hogy a következő napokban több ezer, tízezer szavazatot el fogunk kérni. Meddig lehet szavazni? Körülbelül kéthetes időintervallumot fogunk adni. Akkor még mindenki átgondolhatja, hogy ki az idei Vakkomondor díjas a felsoroltak közül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Volt.